Sorozatban negyedszer hódított el a Magyar Kupát, a Ferencváros női labdarúgó csapat, ami után három egyre legyőzte a Diós Győr együttesét a budapesti döntőben. Vendégem Dörnyei Balázs vezetőegyző és Diószegi Fanni a Fradi játékosa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, jó reggelt, és hát gratulálok ehhez, azért ez egészen elképesztő sorozat. Hát igen, ugye négy kupa tudtunk játszani, egy egész fiatal csapatként kezdtük mi ezt el, és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy teljesítmény volt a lányoktól, hogy idáig el tudtunk jutni. És főleg azért, mert teljesítményt, mert gyakorlatilag a csapatnak a nagy része azért végigjátszotta ezeket a kupadöntőket, döntőket, úgyhogy elég erős magunk van. Ugye azt néztem, hogy ötször jutottatok sorozatba a fináliba, és negyedik győzelem ez, viszont azért ott volt a DVTK, amelyik talán legelőször szerezhette volna meg ezt a kupát. Mennyire érződött rajtuk ez a fajta motiváció, vagy inkább tartottak tőletek? Szerintem extra motiváció léptek pályára, ezt látszott az a mérkőzésen, és van egy, van egy elég, eléggé fanatikus edzőjük, aki tudja őket hajtani is illetve egy olyan csapat, amelyik most nagyon jó formában van. Tehát mondhatnám úgy is, hogy ebben a periódusában a bajnokságnak is úgy álltak eddig, hogy szinte hátok is befelepattant a labda, úgyhogy elég veszélyes csapat volt. Fanni, azért te Fradi nevelésként jártál már mindenfelé, NTK külföld, és most visszakerültél, és rögtön van egy ilyen magyar bajnoki cím. Ezt hova teszed így a saját karrieredben? Megmondom őszintén, én nyáron, mikor visszajöttem a Fradiba, akkor nekem igazából az volt a célom, hogy kupa győztesek legyünk, és hogy visszahódítsuk a, a bajnoki címet is, mert én sajnos eddig mindig a vesztes oldalon voltam, és én mindig megtapasztaltam a, az éremnek a másik oldalát is, úgyhogy én nagyon nagy motivációval tértem vissza, és hát, hát óriási öröm volt. Hogyan tudtál teljesíteni, nem bénít meg ez egy kicsit ilyenkor, amikor annyira szeretnél mindenáron végre a győztes oldalon lenni? Vagy De... milyen típus, vagy ilyen szempontból? Hát az első, első, pár hónapban azért küzdködtem, nem találtam magamat, és... Bocsát, közben az egyik gólodat is láthatjuk. <laughs> nem igazán találtam önmagamat, és, és nem, nem, annyira tudtam visszailleszkedni, úgymond a csapatba. Akkor sem, hogyha, a maga az ugyanaz volt, és ismertem már a játékosoknak legalább a felét, vagy a háromnegyedét, de én úgy gondolom, hogy idén azért valami megváltozott, mint hogyha kattant volna valami bennem és próbálom, vagy próbáltam kihasználni azt a bizalmat, amit az edzőimtől is kaptam, illetve a csapattársak is megadtak. Mi történhetett? Mi volt ez a változás? Miben változott a csapat? Ugye tavaly a bajnokságban kapott egy nagy pofont az együttes, ugye a, a, a bajnoki döntőt úgy veszítettétek el, hogy azért mindenki arra számított, hogy a Fradi lesz a győztes. Most végre ez egy kicsi gyógyír talán, még ha nem is az MTK ellen történt. Hát ugye, úgy írtam még talán messze van, ugye a bajnoki döntő az nagyjából három hét múlva kezdődik, meglepetésszerűen az MTK-val fogunk majd játszani. Szerintem majd akkor tudunk igazából mérleget vonni az elmúlt évből, hogy mennyit fejlődött ez a csapat. Én a, a véleményem az, hogy nagyon sokat, főleg taktikailag, illetve abban, hogy felnőttek a játékosok az ilyen feladatokhoz, de, de nyilván most nagyon semmi, mit mondok, egy év múlva, eldől, egy, egy év múlva, három hét múlva eldől, hogy az egyéves munkák az mit ért. Ugye az MTK az egy ilyen nagy ellenfél vége a bajnokságban, de neked nem fűződnek hozzájuk kellemes élmények, különösen azután, hogy a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, hát esérültél, mi lesz most te veled? Ugye azon a meccsen egy nyúlára kikaptatok. Igen, ez egy elég szerencsétlen meccs volt így minden szempontból számunkra, sajnos nem csak én sérültem le, hanem már Alex is csapattársam is, a... én pontosan még nem tudok mondani, holnap fog menni emberi vizsgálatra, és akkor utána tudunk majd biztos eredményt. Hát az biztos, hogy nem jött jól nekünk ez a meccs, fáradtak voltunk, mind fizikálisan, mind fejben, viszont én bízom a csajokba, és biztos vagyok abban, hogy, hogy motiválni fogja őket, még az is, hogy kikaptunk most szombaton, plusz az is, hogy, hogy revanssot vegyünk és visszahódítsuk a magyar győzelmet. Ugye a rájátszás harmadik fordulójában négy egyre megtudtátok venni az mtk és ugye most volt a negyedik forduló, ahol egy nullás veresség történt. Fáradtság, vagy, vagy mi az, amiért ilyen különböző teljesítményt tud nyújtani a csapat? Nagyon egyszerű a magyarázat, ugye ez a, ez, a mérkőzés gyakorlatilag nekünk nem bírt éttel, illetve nem volt összesen 48 óra sem a Magyar Kupa döntő után, talán 42-3 óra telt el összesen a két meccs között. Ilyen forgattuk valamilyen szinten a csapatot, de nem vagyunk olyan sokan, egy egész csapatot cseréljünk azért. Ebből ez a két szempont az, amiatt ugye nyilván nekünk ez rosszabbul sikerült ez a meccs, az MTK-nak meg ugye extra motivációja volt, hiszen ők még a balnak döntőr küzdöttek, illetve küzdenek most is, úgyhogy szerintem ez a vereség az, nekünk bőven belefért most. A lányok végdolgozták ezt a meccset, ugyanilyen lehetőségünk meg lett volna, hogy ezt a meccset megnyerjük, mint az MTK-nak de ez most igazából így sikerült, úgyhogy egész Balázs, az előbb azt mondtad, hogy ugye a bajnoki döntött majd az MTK-val fogjátok játszani, de azért ez még nem száz százalék. Kinek körülnétek jobban az MTK-nak, hogy vissza lehessen vágni, hogy azért a DVTK is nagyon ott van még? Jó, én nagyon egyenesen nyilatkoztam ezzel kapcsolatban egy jó két héttel ezelőtt, hogy én az MTK-val szeretnék játszani, nem azért, mert még szimpatikusabb csapat a Diós György, hanem azért, mert egyelőre velük szemben adósságunk, azt gondolom. Nagyon szívesen játszanék még valamit, döntött egy évvel, két évvel a Diós is majd. Fanni, neked ez milyen? Azért az MTK-hoz is van valamilyen közöd. Én szerintem mindig külön öröm egyébként játszani az MTK ellen, mert legalábbis számomra plusz motivációt jelent megverni az MTK-t. Nem tudom miért, valószínűleg azért is, mert hogy ott, ott fotbaloztam, és, és mondhatni nem azok voltak a legjobb éveim. Én, én, én annak örülnék, igen, hogyha az MTK-val döntöznénk. Mi lesz most? Ugye van sérültetek, valószínűleg, hogy Fanni, ahogy legalábbis besétált ide, nem úgy tűnik, mint aki itt nagyon folytatni fogja ezt. Vagy legalábbis nem gyorsan. Hát ő majdnem biztos vagyok benne, hogy egyik játékos sem fog tudni játszani a, a következő hetekben, hónapokban, úgy, de ne legyen igazam. Viszont ugye van másik 16 játékos a csapatban, és az egész évünk azzal tehát, hogy forgattuk a csapatot, úgyhogy senkit nem fog meglepetés érni, hogy, hogyha helyükre kell lépni ennek a két játékosnak, egész biztos vagyok benne, hogy a csapat meg fogja oldani. Mit kell másképp csinálni, mint a tavalyi bajnoki döntőben? Mi történt ott? Az egy hatalmas meglepetés volt, hogy nem a tétek lett. Nem, nagyon egyszerű a válasz, szerintem nyerni kell. A, volt egy ott értékelni, mit rontottunk el, gyakorlatilag azt kellett eldöntenünk, hogy rossz úton járunk, vagy jó úton járunk, de még nem vagyunk elég jók abban, amit csinálunk, és az, az lett a, a konklúzió, hogy ez a, az utóbbi dolog, ami a probléma, úgyhogy azokat, a, azokat az elemeit változtattuk meg a felkészülésünknek idén, a csapati ját, csapat játékával kapcsolatban, amik akkor nem működtek. Na de mi egy... voltak ezek? Nem voltunk elég stabilak. Ez azt jelenti, hogy az egyensúly, a védekezés a támadás között nem volt megfelelő, ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig, hogy egy ilyen éres helyzetet nem tudtak elég higgadtan kezelni a játékosok, azokból a dolgokból, amiket egyébként tudnak, azokból keveset tudtak felvonultatni egy ilyen mérkőzésen. ami nagyon fontos volt, hogy nem tudtunk elég tudatosan játszani a velünk szemben defenzív futballt játszott csapatok ellen ez nem csak a mi gondunk, a világon mindenkinek problémát okoz, de az elmúlt egy évet igazából arra szántuk, hogy ezeket a, ezeket a gondokat megoldjuk. És látod a fejlődést, tehát látod azt, hogy mik azok, amiben esetleg előre e téren? Abszolút, tehát igazából objektíven mérhető módon is látszik a változás a csapat játékában. A játékosoknak az agya rengeteget fejlődött, tehát a futball agya sokkal többet tudnak taktikailag a játékból. Nem mondom, hogy igazából ebből a szépből most mindegy, mit mondunk, majd egy hónap múlva visszatérünk erre, akkor értékelhető a mi munkánk. Fanni, te hogyan értékeled ezt az évet? Bocsánat, hogy rögtön évet értékelek veled, de ugye volt egy MTK-s idényed, aztán Szárbrükenben is játszottál, tehát azért van összehasonlítási alap is, korábban a Fradi van, tehát hogy most mi volt az, ami ebben az évben más volt, mint amit megszoktál? Én egy kicsit most kezdem el, vagy most kezdtem el érezni azt magamon, hogy újra tudok felszabadultan játszani, újra az van bennem, hogy, hogy igazából a játék öröme az, ami fontos, nem, nincs rajtam akkora nyomás, nincs rajtam az, hogy muszáj bizonyítanom, hogy bekerüljek a kezdőcsapatba, hogy az edzők bízzanak bennem. Én most kezdtem el, őszintén megmondom, ebben a, ebben a január, február, márciusi hónapokban, talán még az április is hozzá, ebben az elmúlt három-négy hónapban kezdtem el azt élvezni, hogy, hogy úgy éreztem, hogy, a, hogy az edzőim, illetve a csapattársaim megint bíztak bennem. Egy kicsit a, a régi fan, itt a régi fontát látták bennem, hál' Istennek jöttek a gólok, a gólpasszok, egyre jobban ment a játék, és, és én ezt tudom, ehhez tudom egy kicsit hasonlítani a, a nagyon régi önmagamat, de, de hát az, az, egy gyerek volt, én most már azért próbálom, próbálok úgy viselkedni, hogy már azért felnőttem, még nagyon sokat kell fejlődnem mindenben, de, de mondom, ez a felszabadultság érzés, ez az, amit, amit ki tudok emelni. Balázs, nagyon komolyan hallgattál, aztán ez az a játék öröménél hatalmasat bólogattál. Ez csak Fanninál van így, vagy az egész csapatnál fontos ez, hogy igazán élvezni is tudják a játékot, és ne egy munka legyen, vagy egy cél, vagy egy feladat, amit el kell érni? Egyrészt a célunk, hogy élvezék azt, amit csinálnak. Szerintem, amit az ember nem élvez, azt nem tudja tökéletesen csinálni. Másrészt meg azért most jöttem rajtam, hogy azt mondta, hogy, hogy visszatért a régi Fanni, meg azt gondolom, hogy örülök neki, hogy megváltozott. Mert pont azok a dolgok érvényesek mostra, amik a régi magában értékesek voltak, viszont sokkal kevésbé gondolkozik gyerekfeljel, és a változás, még szerintem az ő életében, meg a csapatban betöltött szerepében is ennek köszönhető, hogy felnőtt és benőtt a feje lágya. Egy picit még beszéljünk arról, hogy hogy egy egészen fantasztikus hangulatú magyar kupa döntőt hát elképesztő nézőszámmal, szép lassan meg lesz a súlya a női focinak is, vagy hogy lehetett ezt elérni, hogy, hogy idáig jusson egy, egy magyar kupadöntő? döntő? Egyrészt szükségünk volt hozzá a Ferenc segítségére, tehát a vezetőink is segítettek abban, hogy a szurkolóinkat ki tudjuk csábítani. <laughs> Másrészt pedig nagyon fontos volt, hogy ők egy olyan élmennyel gazdagodjanak, ami után vissza vendégek lehetnek a meccseinken. És ez most úgy néz ki talán, hogy olyannyira így van, hogy lesz közös programunk, tehát fogunk futballozni, főzőskézni a, a B középpel, Úgyhogy reméljük, ez egy ilyen hosszan tartó gyümölcsöző kapcsolat lesz, és a bajnoki döntőben, ha minden igaz, akkor talán még nagyobb számmal vesznek majd részt. Úgyhogy remélem, hogy ez a mi útunk elvesztés, ez egy nagyon klassz dragonai futball szempontjából. Hát gratulálok még egyszer a Magyar Kupa döntőhöz, Szerintem. és hát kitartást, neked pedig gyógyulás majd, mert azért nehéz feladat vár itt rátok, hát azért még hosszú lesz ez a bajnoki döntő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget.